Ősz van Amerikában. Az átalakulás évszaka. A nagy átalakulásoké és a kisebbeké. Az állatokat hajtja az idő. Egyesek délre vándorolnak a sötétebb napok elől. Az itt maradók számára ínséges idők következnek. Az utolsó lehetőség, hogy jól belakmározzanak. Hogy felhalmozzák a készleteiket, és kivívják maguknak a párzás jogát. Egyesek számára az ősz életük végét jelenti. Mások pedig ekkor kezdik meg életüket. Minden évben az évszakok változása átformálja a tájat és az élőlényeket is. Ez a nagy változás ideje a vad amerikai tájon. Ez az őszi napéj egyenlőség ideje. A nap pontosan az egyenlítő felett áll. A nap és az éjszaka egyforma hosszú ideig tart. De innentől kezdve rövidebbek lesznek a nappalok. A sötétség lesz az úr. Szeptember 22-e van. Ez az ősz legelső napja. Ősz. Alaszkában, az ország legészakabbra fekvő táján, a nap már sokat veszített erejéből. Az éjféli nap földjén már 7 órával kevesebb ideig tart a nappal. Hűvös a reggel az alaszkai Illiamna tóvidékén. A kristálytiszta víz tele van vörös lazaccal, amelyek a forrás felső folyásához igyekeznek. Megérkezett a legutolsó hullám, amely évekig a csendes óceánban élt, és most megtette a 160 kilométeres utat a szülőhelyéig. Az utolsó 5 kilométer próbatétel elé állítja őket, hogy ívni tudjanak, mielőtt elpusztulnak. A kezdetben ezüstös színű halak élénkvörös színben pompáznak, hogy oda vonzzák párjukat. A húsuk vörös színe kiütközik a bőrükön is. A hímek háta felpúposodik, és állkapcsukban éles fogazat alakul ki. A tótól nem messze egy sekély szakasz nehezíti meg a dolgukat, amelyben szinte alig lehet úszni. Ez a hím nem adja fel. Átverekedte magát. A kimerült hal megérkezik az ívóhelyre, ahol már egy csomó hím várja a nőstények érkezését. Jönnek is szép sorban. A többi vándorlazaszhoz hasonlóan ez a nőstény sem evett az indulása óta, hogy a több ezernyi petényeknek helye legyen. Olyan megfelelő helyet keres a peték lerakásához, ahol elegendő oxigén van. A hímek azonnal körbeveszik, mint párosodni szeretnének vele. A halak összecsapnak, hogy kitűnjenek a többi közül.
egy domináns hím kerül ki győztesen. A nőstény teszi meg az első lépést. Sekély gödröt ás. Utána egyszerre engedik ki a hímivar sejtet és a pete sejtet. Így módon több ezer megtermékenyített pete sejt lesz a tóban. Az ikrák 80%-a odavész még mielőtt kifejlődne. Megeszik őket a halak és a madarak, de sokan a hideg miatt pusztulnak el. A pár odébb úszik egy méterrel, és még ötször megismétlik a műveletet. Az új hely kiásásával egyidejűleg vékony homokréteggel borítja be az előzőt. Amikor minden petét lerakott, erősen védelmezi leendő kicsinyeit a betolakodóktól. De nem őrködhet sokáig. Pár nap múlva véget ér a lazacok fantasztikus utazása. Sokan pusztulnak el anélkül, hogy sikerült volna párt találniuk. De haláluk sem hiába való. Maradványaik értékes táplálékforrássá válnak a következő nemzedékek számára, amelyek télen fejlődnek ki a petékből. A következő generáció visszafelé fogja megtenni az utat a csendes óceánig, megismételve a vörös lazacok életciklusát. Az ősz beálltával fantasztikusan élénk színekben pompázik a táj. De egy olyan országban, ahol tundra és trópusi környezet is előfordul, sokféle árnyalatú lehet a vidék. A hegycsúcsok borongósak. A nyugati országrész színpompás. A tengerpart vad és viharos. A délvidék lassú és lágyan hömpölygő. A szubtrópusi vidéken még szeptember végén is meleg és párás a levegő. Dél-Karolinában még mindig 26 Celsius fok van. De ez a hőfok pont megfelelő a Mississippi vagy csukaorrú aligátor számára. Júniusban a nőstény 30 tojást rakott le a levelekből, sárból és kisebb ágakból álló fészkébe. A rothadó növényzettől melegebb lesz a fészek belsejében, ami elősegíti a keltetést. A kicsik elkezdtek kibújni. Előfordul, hogy az anyaállat segít nekik kijönni. De ezek egyedül is boldogulnak. Csúcsragadozó lesz belőlük, de ilyenkor még nagyon védtelenek. A sárga-fekete csíkos testük jól beleolvad a környezetbe, hogy rejtve maradjanak más ragadozók, sőt, más aligátorok elől.
Ahogy nőnek és felfelé haladnak a táplálékláncon, úgy tűnik el a sárga csík. A kis aligátorok ösztönösen a biztonságot keresik. Ami nem más, mint az anyjuk. A magasabb helyeken is beköszöntött az ősz, mint például a vermonti Green Mountains vidékén. De ez a szépség keserédes. A buja zöld levélzet pusztulásra van ítélve. A lombhullató fák ilyenkor nem termelnek klorofilt, a zöld színért felelős festékanyagot. Az elhalványuló zöld helyébe más színek lépnek. Az évszakra jellemző sárga és narancs szín mindig ott bújik meg a zöld mögött. Mielőtt a fák elhullatják leveleiket, színpompás varázslat tárul a szemünk elé. Aranyló vörös fenyők északnyugaton. A jutai nyárfák, nyírfák és tölgyfák színes kavalkádja. És a New Englandi égővörös juharfák. De nem csak a fák leveleiben gyönyörködhetünk ősszel. Október eleje van, Indiana déli erdőségeiben. Egy vipera bújik meg az őszi avarban. Nincs egyedül. Vele van párnapos kicsinye is. A többi kígyóval ellentétben a rezesfejű mokaszin kígyó nem tojásból kel ki, hanem élve születik és az anyja közelében marad. Hat kicsiből mindössze kettő maradt életben. A többiek baglyok és sólymok áldozataivá váltak. A kis kígyók mindjárt tudnak vadászni, mert van egy jó kis trükkük. A farkuk sárga színű vége hernyóhoz hasonlít, ami odavonza a gyanútlan békákat és gyíkokat. Valójában készen állnak az önálló életre. Egy másik vadász is az erdőket járja ma reggel. Ez a nőstény oposszum egész éjjel lárvák és kukacok után kutatott. Ősszel jó vastag zsírréteget kell növesztenie, mert pár hónapon belül leesik a hó, és akkor nehezebb lesz élelmet találni. Az oposszum a lárvákra koncentrált, és egyenesen belefutott a viperába. Más állatok hanyathomlok menekülnének a látványra. De nem az oposszum. Ez a kis állat immunis a méreggel szemben, és volt már rá példa, hogy kígyót reggelizett. De a kígyómarás fájdalmas. Inkább elkerüli a rezes fejűt. A lárva is ízletes, és legalább nem harap. A két kis kígyónak szerencséje volt, hogy anyjuk mellett maradtak. Ideje nyomot hagyni.
A kígyó nem sokára elvonul a téli rejtek helyére. Útközben nyomot hagy, hogy követni tudják a fiatalok. A többi kígyófajtával együtt ők is téli álmot alszanak, és csak a tavaszi napsugár fogja őket előcsalogatni. A Grand Teton Nemzeti Parkban aranyló rezgő nyárfák szegélyezik a Snake folyó mellékágait. A sziklás hegységben 2 kilométerrel a tengerszint felett drámai változást hoz az évszakok váltakozása. Október közepe van. Nem sokára beköszönt a kemény tél, és nagyon megcsappannak a források ebben a magasságban. Egy kanadai hód igyekszik megmenteni a gátat. A nagy esőzések tönkretették a védőfalat. Az erős gát védi a raktárat és a várat. Szóval nagyon fontos szerepe van. A hím köveket gyűjt a gát megerősítésére. A hód elbírja a saját súlyának megfelelő követ, ami akár 30 kiló is lehet. Nincs időt étlenkedni. A nőstény a gát tetejét hozza rendbe. Ágakkal és iszappal tapasztja össze. Kijavították a gátat, de még az éléskamrát is fel kell tölteni. Nyárfa ágakkal és fűzfavesszőkkel. A hód nem csak építésre használja az ágakat. A kéreg alatti lágy résszel táplálkoznak. Egy víz alatti raktárba halmozzák fel a készleteket úgy, hogy a növény szárát beleállítják az iszapba. A hideg víz alatt sokáig frissen maradnak. Egy nappal lát éve kell dolgozniuk, hogy feltöltsék a készleteiket. Nagyon sok munka vár még rájuk addig, amíg be nem fagy a tó. Az ősz előre haladtával egyre kevesebb fény és meleg éri az északi féltekét. Így néz ki az égbolt október végén, Iowa északkeleti része felett. Csúcsforgalom van a költöző madarak számára. Az úgynevezett Mississippi migrációs útvonalat követve haladnak délfelé, hogy elkerüljék a hideget. A madarak sokszor választják a folyóvölgyeket vándorlási útvonalnak. És a Mississippi igazán kiváló útvonal a számukra. A folyó egészen Minnesotától a mexikói öbölig vezeti a vándormadarakat, vagyis jó hosszan lehet követni az útvonalát. Iowa vizei kiváló megállóhellyel szolgálnak a fáradt vándorok számára. Thank you.
Itt szokott megpihenni az orrszarvú pelikán és a kanadai rúd, amelyek nyáron Alaszka és Kanada vizeinek közelében élvezték a nyarat. A tundrahattyúk is megérkeznek. A sarkkör felől, hogy megpihenjenek a 10 hetes kelet felé tartó útjukon. A gyűrűs sűrű szárcsák is megpihennek itt Mexikó felé menet. Pihennek és jól laknak a tóban fellelhető békaszőlővel. De nem minden madár pihenni jön ide. Észak-Amerika egyik legnagyobb madarát, a fehérfejű rétisast az éhség hajtja. A fehérfejű a halat kedveli, de ilyenkor nem érdemes kihagyni a bőséges vízi madár felhozatalt. Néhány sas az egész évet Iowában tölti. De vannak köztük vándormadarak is. Ám mindegyikük megáll itt a gazdag préda reményében. Új szomszéd tűnt fel az égen, egy minnesotai fiatal nősténysas, amelyik még gyakorolja a röptét. A fiatal sasok látszólag céltalanul repkednek az első 4 évben, mielőtt vándorutat választanak maguknak. Ez a fiatal madár feltehetően már több száz kilométert repült élelem reményében. De a kacsák könnyen kijátsszák a tapasztalatlan vadászt. Egyelőre csak a felnőtt madarak figyelmét sikerült felkeltenie. Amelyek nem szívesen osztoznak a zsákmányon. De a minnesotai zöldfülűt hajtja az éhség, és nem hagyja magát. A többi rétisashoz hasonlóan mindegy neki, hogy a zsákmány éle vagy sem. Egy szárcsa maradványai lebegtek a vízen. Könnyű prédának tűnt. De amikor egy másik fiatal sas megpróbálta ellopni, igazán mérges lett. Onnantól kezdve, aki kapja marja alapon ment a harc, a felnőttek és a fiatalok között. Egy kis húzakodás után a szárcsa gazdára talált. Ebben az évszakban minden kalória számít, a szárcsa megéri a küzdelmet. És megvan a győztes. A fiatal minnesotai nőstény visszaszerezte a zsákmányát. Egy hónap múlva befagy a vándormadarak pihenőhelye.
A jég délfelé fogja űzni a vízimadarakat. És persze nem kívánatos elemekkel is találkoznak az út során. Az őszi időjárás felkorbácsolja a csendes óceán partmenti vizeit. Ebben az évszakban az erős szelek meleg és nedves levegőt fújnak Hawaii felől a csendes óceán irányába. A Pineapple Expressnek nevezett jelenség trópusi vihart is előidézhet, ami felkorbácsolja a tengert. A Washington állambeli Olympic félszigetnél a viharos tenger apály idején visszahúzódik. Nyugalmas kis öblöket hagyva maga után. A felszín felett az évszakok változása diktálja az életritmusát. De odalenn az árapály határozza meg ezt. Sok állat él ezekben a vizekben, ahol a dagály friss táplálékkal és oxigénnel látja el a kis öblöt. De ez egy szélsőséges hely, amit néha a nap éget, máskor pedig a hullámok verdesik. A kagylókhoz hasonló szűrögető életmódot folytató puha testűeknek meg kell kapaszkodniuk a hullámverés idején. Az úgynevezett lábrész bisszuszt vagy fehérje fonalat bocsát ki magából. Ezek segítségével tapadnak a meder aljához vagy egymáshoz. De ez nem nyújt védelmet ez ellen az állat ellen. A tengeri csillag ártalmatlannak tűnik, amint a maga tempójában halad. De ez a meglepően mozgékony állat kagylókkal táplálkozik. Tapadó lábak vagy csőlábak vannak rajtuk, a végükön szívókoronggal. A tengeri csillag kedveli a kagylóféléket. Szétfeszíti a kagylóhéjat és a húsával táplálkozik. A kíméletlen ragadozó a következő dagáig garázdálkodik a vízben. A szomszédos öbölben élő állatok kevésbé mozgékonyak, de ugyanolyan halálosak. A virágoknak tűnő valamik valójában állatok, és a sziromnak látszó dolog valójában tapogatókar. Ezek a tengeri rózsák vagy anemónák. Az állat mozdulatlanul várja az arra tévedő zsákmányt. Egy kis garnélarák úszott be a csapdába. A tapogató karokon lévő csalánozó sejtekkel megbénítják az áldozatot, majd a szájukhoz továbbítják, ahol az enzimek segítségével megemésztik azt. A dagállyal a víz újra elönti a kis öblöt, ami ilyenkor friss táplálékot hoz és káoszt teremt a kis világban. Egy másik fajta áradat is zúdul a földre, egyszer egy évben. Az ősz élénk színei elhalványulnak. A fák elhullatják az utolsó leveleiket, és az ágak csupaszon maradnak. A fák is téli álomba merülnek, és csak a következő tavasszal élednek újjá. Ám az ősz Wisconsinban
égi mannával borítja be a földet. Október végén járunk. A tölgyfákról lehullanak az érett makkok, amelyekből tavasszal kihajt a vessző. Ám az éhes mókusnak más tervei vannak. Egyetlen cél vezérli, hogy elegendő táplálékot halmozzon fel télire. Van némi rendszer az őrült rohangálásban. A mókus speciális kis zugokban rejti el a magvakat a talajban, amiket hónapok múlva újra megtalál. A lényeg, hogy ne lejjenek rá a társai. Az erdő ugyanis tele van rablókkal. Egy éhes látogató felfigyelt a mozgolódásra. A rőtfarkú ölyvnek táplálékra van szüksége, hogy folytassa vándorútját Wisconsintól Dél-Arkansasig. Bőven van préda az erdőben, de melyiket lehet elkapni? Egy izgő mozgó mókusra lett figyelmes. De az ölyv nem járt sikerrel. Ám ahol egy mókus van, ott több is akad. Gyorsan vége lett. Az ölyv dél felé vándorol, és a tél egyre közeledik. Már november közepe van. A vándormadarak utolsó hulláma is eléri Missourit. A Mississippi vándorlási útvonal egyik mellékága felett zsúfoltak a légiutak a félmillió sarkilúd vándorlása miatt. A Missouri folyó árterében pihennek meg, az állam északkeleti csücskében. Ez a lúd család most repüli át az országot először. A 4 hónapos sötétebb tollazatú fiókák a sarkkörön születtek. Már több mint 3000 kilométert repültek idáig, és még egy hosszabb repülés vár rájuk a mexikói öbölig.
kiéheztek a hosszú úton, és most ezen a pihenőhelyen feltöltik magukat energiával, az itt található füvekből és vízi növényekből. De veszély leselkedik rájuk. Mert a fehér fejű rétisasok követték őket a hosszú vándorúton. A ludak az első baljós jelre felröppennek. De nem menekülnek, hanem összesereglenek. És a látvány egy folyamatos, mozgásban lévő kavalkád. Ez természetes védekezés, amivel megzavarják a támadókat. A sas képtelen lesz egyetlen ludat kiválasztani a csőrületből. Az együtt repkedő madarak túlélik a támadást. Egy ideig béke van. De minden pánikszerű felröppenés értékes energiát emészt fel, amire nagy szükségük van a repüléshez. Ha a sasok nem űzik el őket, majd a hideg megteszi. Lassan befagynak a Missouri tavak, és a madarak elindulnak délfelé, ahová most már megállás nélkül fognak repülni. Az északi államokban beköszöntött a fagy, mint egy figyelmeztetve a keményebb évszak közelettére. A sarkörről érkező hideg levegő összekeveredik a déli tavak és folyók feletti melegebb levegővel, és a vidék ködbe borul. Délre felszáll a köd a dél-karolinai partok mentén. December eleje van. A hőmérséklet 10 fokot csökkent az ősz kezdete óta. A 2 hónapja született bébi aligátoroknak egy kicsit mozgolódniuk kell. Már nem sokáig tarthatják rettegésben a mocsár lakóit. A hideg beálltával lelassulnak és elálmosodnak. Sajnos nem jön elég gyorsan a tél, a csellerajz számára. A kis halak marossz irányba indultak el. Ezek a kis vadászok. Mindent megtámadnak, ami náluk kisebb és mozog. A kicsi, de annál agresszívabb aligátorok 3-szor egy héten portyázni indulnak. Amikor elfogyasztják a testsúlyuk 1/4-ét, egyetlen harapásra. A lassú kis aligátor is csatlakozik társaihoz. A lebegő farönk pozíciót választja a tananyagból. Az állkapcsán lévő mirigyek érzékelik a halak mozgását. Thank you.
nem is olyan könnyű félelmetes ragadozóvá válni. Csak 8-szorra járt sikerrel. A kis ragadozók még egy pár hétig tartják félelemben a vizek lakóit. A tél beálltával anyjuk mellett fognak szúnyókálni, majd a melegebb időben felélednek, és ezzel együtt az étvágyuk is megnő. Hófúvások nyomai láthatóak a montanai szikláshegységben, ami a tél közelettét jelzi. Egy kanadai vadjúnyáj a magaslati élőlények közül utolsóként elhagyja a csúcsokat. Az alpesi tájon már nincs fű. Több száz méterrel lejjebb ereszkednek, ahol egész télen tudnak majd legelni. Idelen úgy mennek a dolgok, ahogy eddig. Pedig nem sokára eljön az év legnagyobb eseménye. Az őszi párzási időszak, amikor a kosok megküzdenek a párzás jogáért. Jó erőben vannak, hiszen a nyári hónapokban meghíztak a fűben gazdag tápláló legelőkön. A nőstények ilyenkor kezdenek el tüzelni. Ez akkor szeretné meghágni az összes nőstényt. A 140 kilós kos nehéz súlyú bajnok. És ráadásul van egy 13 kilós szarva. Egy kis árnyékboxolás a bokorral tudatja a többiekkel, hogy készen áll a harcra. Egy másik kos megértette a célzást. Fiatalabb a másiknál, de a súlya és fegyverzete megfelelő. Az idősebb kos nem sokat habozik. Az veszít, aki elsőnek meghátrál. Órákig is eltart egy-egy küzdelem. Az állatok 30 km per órás sebességgel rontanak egymásra. A fiatal kosa vesztes, úgyhogy mennie kell. A győztes azonnal igényt tart a jutalomra. A párzás jogára. A nőstény így köszönti párját. Tudatja a kossal, hogy tüzel. A nőstény vizeletében lévő vegyi anyagok ezt az üzenetet hordozzák. Bár a többi hímet sikerült lenyűgözni, a nősztényhez kell egy kis idő.
talán csak egy kis egyedüllétre vágyott. A kos pár másodperc alatt végez. De még sok dolga van. El kell üldöznie a többi kost, amelyek szintén párosodni akarnának a választottjával. De hát ez a győzelem ára a király számára. A tavasszal megszülető kis utódok lesznek majd a fáradozása gyümölcsei. De az még messze van. A hőmérséklet csökkenésével a vágy is lelohad. Hó borítja be a sziklás hegységet. A hím és a nőstény útjai elválnak. Ősz végén a nyáj lenyugszik, és várják, hogy újra tavasz legyen. Ilyenkor az Egyesült Államok területének egyharmadát már jég és hó borítja. A nap ereje fogytán van. Hamarabb sötétedik, hosszabbak lesznek az éjszakák. Ínséges idők várnak az állatokra. Választás előtt állnak. Vagy túlélik, vagy előnyt kovácsolnak belőle. És a délre menekült állatoknak is meg kell küzdeniük az életben maradásért. A tél lassan legyőzi a vad amerikai tájat.